Juhász Miklós az első vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. 25-e, Bringa Piknik, ez most már a második alkalom. Így van, ugye? Így van. Mivel készültök erre a napra? Telik az idő, és gyakorlatilag elérkeztünk a második rendezvényhez is. Polgármester úr, aki gyakorlatilag a rendezvényünk fővédnöke, tavaly, amikor elrajtoltattuk a népes tábort, a népes kerékpáros tábort, akkor mindenféleképpen a lelkünkre kötötte, hogy nagyon örül a kezdeményezésnek, de ne csak az első legyen. Hát most már örömmel jelentjük, hogy itt vagyunk a második küszöbén, hisz május 25-én 10 órakor ismételten a Kossuth térről rajtoltatjuk el, reméljük azt a több ezer kerékpárost, vagy ezernél több kerékpárost, inkább így fogalmazok, akiknek az úti célja Tokaj lesz, és addig, míg elérkezünk Tokajig, amíg letekerjük ezt a 30 kilométeres távot, addig kétszer meg fogunk állni, megpihenünk egy kis üdítővel, egy kis gyümölcse, egy kis péksüteménnyel próbáljuk meg az elvesztett energiákat pótolni. Ugye az egyik állomás az Nyírtelek, a közösségi háznál lesz, a másik állomás pedig Rakamazon, a Nagybékánál. Uh-huh. Ezt hogy kell elképzelni, akik még nem voltak az elsőn? Egyben halad a társaság, tehát akik elrajtoltak, vagy mindenki a saját tempójában? Van, aki pár, hát nem mondom azt, hogy pár perc alatt, de azért viszonylag gyorsan odaért Tokajba, mint a versenyzőkre gondolok, akik például gyorsabban tekernek, meg vannak azok, akik kényelmesben, tényleg piknikezve, megmegállva, fagyizva, tehát hogy kell ezt elképzelni? Gyakorlatilag egy versenyzőnek egy ilyen bő 35-40 perc a távnak a letekerése, ezt a 30 kilométert ők ennyi idő alatt tudják teljesíteni, viszont gyakorlatilag akinek van valamilyen szintű kerékpározási rutinja, tehát nem most fog először május 25-én a kerékpára pattani, hanem azért havonta kétszer-háromszor előveszi a kerékpárját, azok részére egy ilyen 20-25 kilométeres kényelmes tempó tartható, és gyakorlatilag még hogyha meg is áll, piknikel egy picit, ugye frissít, még akkor is két órán belül le tudja tekerni ezt a távot, ezt a 30 kilométereset, és nyilvánvalóan bízunk benne, hogy a nagy többségnek sikerül. Hogy mennyiben leszünk itt egy tömegben, ez jó kérdés. Abban biztosak vagyunk a tavalyi év tapasztalatából kiindulva, hogy a rendőrség most is segíti a munkánkat és a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy a Tokaji úti Molk útig gyakorlatilag kivezet minket a rendőrségi felvezető autó, és odáig természetesen zárva is lesznek az utak, amivel megkönnyítik a kerékpárosoknak itt a rendezvényen való közlekedését, és ott fognak minket a Tokaji úti Molk útnál ráterelni a kerékpárútra. Eddig a szakaszig, a tavalyi év tapasztalatából kiindulva mindenféleképpen egybe lesz a mezőn, és onnantól kezdve kezdünk el szétszakadni. Természetesen itt egyéni függő az, hogy most megállok Nyírtelken, vagy letekerek egészen Rakamazig, vagy nem vállalom be a nyírtelki frissítőpontot, csak fagyizni állok meg a következő lehetőségemnél, ami ugye nem tervezett állomás, de nyilvánvalóan itt arról szól ez az egész történet, ez az egész Bringa Piknik, hogy kényelmesen kvázi együtt tekerjük le ezt a 30 kilométeres távot, ki ahogy szeretné. Említetted, hogy 10 órakor van a rajt, de gyülekező 8-kor kezdődik. Milyen programok lesznek 8-tól mondjuk 10-ig a Kossuth téren? 8 órakor már kezdődik a Bringa Ovi. Tavaly is nagy sikert aratott, a kicsikre is próbálunk meg odafigyelni, már időben elkezdeni őket a kerékpáros tudatra, a kerékpáros közlekedés fortéjaira való nevelést, és ebből az apropóból lesz egy kis gyerek kressz kerékpárpálya, illetve játékos képes kressz tesztet fogunk velük kitölteni, és azt elmondhatom, hogy aki a legügyesebb lesz, az nyilván ajándékot fog kapni. Elérkezett a csapat Tokajba, ott pedig különböző programok várják majd a célba érkezőket? Természetesen. Egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy ugye mivel másnap gyereknap lesz, május 26-án, ezért a gyerkőcökre is gondolunk. Nagyon érdekes figurák fognak gyakorlatilag a közönség között sétálni, ilyen mesefigurák, és lesz egy ilyen színpadi programunk is. Nyilvánvalóan kerékpáros bemutatók is lesznek, BMX bemutató, és magát a tokai programot a Karma Pirinnek a koncertje fogja zárni. Mi történik azokkal, akik nem bírnak visszatekerni? Mert az még rendben van, hogy odafelé a 30 kilométert letekeri. Mondjuk ott utána végignézi a koncerteket, és aztán el akar indulni visszafelé, de úgy érzi, hogy nincs elég ereje hozzá. Vissza tud valahogy jutni a bringájával? Természetesen. A MÁV Start segítségét kértük, és gyakorlatilag 13 óra 35-től minden óra egész 35-kor induló járatra kiegészítik a szerelvényeket kerékpárszállító vagonokkal.
Tehát így mindenki nyugodt lehet, aki gyakorlatilag csak az odautat vállalja, hogy vasúti közlekedés segítségével vissza fog tudni jutni Nyíregyházára. Akkor akár borozgatni is lehet Tokajban, hiszen utána már csak fel kell ülni a vonatra, és nem kell visszafelé bringázni. Természetesen erre gondoltunk mi is, amikor nem szerveztük meg gyakorlatilag ilyen közösségi visszaútat, mert arra gondoltunk, hogy onnantól kezdve, hogy vége a koncertnek, onnantól kezdve mindenki szabad programot kap, idézőjelbe természetesen. Aki úgy gondolja, az már indulhat haza Nyíregyházára vagy az állomásra, de nyilvánvalóan bízunk benne, hogy Tokaj által kínálta gasztronómia örömöket azért nagyon sokan ki fogják használni. Jól látom azt, hogy reneszánszát éri most a kerékpározás, és ez a Tokajig tartó kerékpárút meg hát talán az egyik legjobb ötlet volt, hiszen összeköti a két várost, a két települést, vannak látnivalók, vannak akkor ezek szerint közös programok. Így van, tehát azon túlmenőleg, hogy mi is egy sportrendezvényként apostrofáljuk, egy tömegsportrendezvényként a Bringa Pikniket, azért a gondolatiság mögötte sokkal több, hisz mi is egy ilyen turisztikai attrakcióvá próbáljuk meg a Tokaj Nyíregyháza, Nyíregyháza Tokaj közötti kerékpárutat gyakorlatilag apostrofálni, oly mértékben, hogy megpróbáljuk az országos turisztikai kerékpár térképre ezt rátenni. Csak gondoljunk itt a Balaton körbe kerékpározására, vagy a Fertőtó körbe kerékpározására, amit mi itt nyíregyháziak sokan szoktunk használni, ugye a Tiszató körbe kerekezését. Tehát ezek mind olyan turisztikai kerékpáros attrakciók, amelyek most már szép számban érdeklődnek a kedves kerékpárosok, és nagyon bízunk benne, hogy ez a túraútvonal is rá fog előbb-utóbb kerülni a kerékpárosok túraútvonalára, a túra térképére. Ez tehát a második alkalom, és ahogy megígértétek, lesz folytatás. Gondolom már majd kezditek szervezni a harmadikat. Minden évben májusban jelentkezünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Tehát Bringa Piknik május 25-én 10 órától a Rajta Kossuth téren, de már 8 órától érdemes ott lenni, hiszen akkor már van Bringa Ovi, és onnantól lehet kerékpározni. Köszönjük szépen, hát jó időt kívánunk nektek, hiszen azért az is fontos egy ilyen szabadtéri rendezvénynél.